Számos szórakoztató és ünnepi programmal nyitotta meg kapuit péntek délután Magyar Kanizsán az adventi vásár. Gyermekelőadásokkal és játékokkal várták a legkisebbeket, a felnőtteket pedig kirakodó vásárral, forralt borral és ünnepi műsorral. Megtartották a hagyományos Mikulás futást is. Idén a közel 200 futó a Vigadó épülete előtt startolt el. Az idei évben is megnyitott a kapuit Magyar Kanizsán az adventi vásár. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján igény mutatkozott arra, hogy a vásár tovább tartson nyitva. Ennek apropóján egy kicsit több programmal készültünk az ide látogatóknak. Mi szervezők is nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, hiszen hangolódni tudunk mi is a karácsonyi ünnepekre. Az árusaink is gyönyörű szép portékával érkeztek, kifejezett karácsonyi témában, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek is azt mutatják, hogy valóban szeretik ezt a kanizsaiak és a környező települések látogatói is. Sokadik éve jövünk ki az adventi vásárra itt Kanizsán, és mindig próbálunk karácsonyi dolgokat készíteni. Nyugat-Európában, Észak-Európában hagyománya van a karácsonyi manóknak, és ez most már hozzánk is úgy begyűrűzött, egyre népszerűbb itt a mi vidékünkön is. És igyekeztünk olyan manókat készíteni, ami különbözik egy kicsit a bolti kínálattól, tehát anyagában, színében, mintázatában különböző, ami minden lakásba beilleszkedik.